Feldház 3000 néző fogadta a csapatokat az új kisvárdai stadionban. A vendég Ferencváros az első perctől kezdve uralta a játékot, a hazaiak szinte minden energiájukat a védekezésre fordították. A 13. percben közel járt a gólhoz a Fradi, Petriek fejesét azonban a felső rész segítségével hárította Felipe. A 33. percben megfogyatkozott a házigazda, Sindel egy szabálytalanságot követően sárgalapot kapott, majd miután letámadta a játékvezetőt, villant a piros is. Az első félidő gól nélkül zárult, a második játékrész elején viszont megszerezte a vezetést a Ferencváros. Az 55. percben Felipe még hatalmas bravúrral hárította Lanza Fáma lövését, a szögletet követően azonban egy jobb oldali beadás után Leandro a kapu jobb alsó sarkába csúsztatta a labdát. A 74. percben 11-eshez jutottak a fővárosiak, Berrios a 16-os vonal előtt lökte fel Petriákot, Pintér játékvezető azonban büntetőt ítélt. A 11-es Lanza Fáma a kapu jobb alsó sarkába lőtte, Felipe csak beleérni tudott a labdába. A 83. percben tovább fogyatkozott a házigazda, Berrios találta el Matthias fejét, így őt is kiállította a játékvezető. Több gól már nem született, a Ferencváros 2-0-ás győzelemmel távozott Kisvárdáról. Solche Spiele laufen natürlich oft so ab, dass man sehr, sehr viel Geduld haben muss, gerade bei solchen Auswärtsspielen. Az ilyen mérkőzések nagyon gyakran úgy zajlanak, hogy nagyon sok türelemre van szükség, főleg ha idegenben játszunk. Wenn vielleicht eine von den beiden guten Chancen von Petriak in der ersten Halbzeit reingeht, dann wird die Dose natürlich ein bisschen früher geöffnet und dann kommt ein bisschen mehr Ruhe rein ins Spiel. Ha természetesen az első fél időben Petriának a két lehetőség közül az egyik esetleg kapuba talált volna, akkor gyakorlatilag hamarabb meg tudtuk volna nyílni kicsit az ajtót, és talán nyugalmasabb lett volna az egész mérkőzés menete. A hazaiak megbízott edzője, Kocsis János a vereség ellenére is igyekezett megtalálni a pozitívumokat a mérkőzésben. Szervezettek voltunk, amit lehetett számítani a Ferencváros ellen, azokra a dolgokra fölkészültünk. Szerintem jól reagáltuk le az ő esetleges húzásaikat. Megvoltak a lehetőségek a kontráinkban esetleg arra, hogy végig tudjunk vinni egy támadást, és esetleg elérjünk a kapu elé, gólhelyzetet tudjunk kialakítani. Sajnos jött a szokásos dolog a mérkőzésen, a kiállítás, ami azért nagyban befolyásolta, azt gondolom, a mérkőzést. Óriási hiba volt, felelőtlenség, tehát ezt a mi helyzetünkben ezt nem engedhetjük meg magunknak. Ezután szerintem tartásunkat bizonyítva küzdöttük végig a mérkőzést. A negyedik forduló további eredményei a következők: Molvidi FC Debrecen 1-1, Szombathely Puskás Akadémia 2-1, MTK Budapest Diósgyőr 1-0, Paks Újpest 1-1 és Mezőköves Budapest Honvéd 0-1. A tabella élén a 100%-os Ferencváros áll, megelőzve a szintén 12 pontos Budapest Honvédot. A pont nélküli Kisvárda a 12. helyen várja a következő fordulót, amelyben a Puskás Akadémia otthonában lép majd pályára.